engem elloptak. Kalapot lecsúsztatni. Mondja meg őszintén, a betyársághoz, a betyárkodáshoz hozzátartozik a nőszöktetés, vagy ez az úri huncutság csak itt? Vagy régen ez divat volt? Van egy anekdóta, elmondhatom? Persze. Mármint a szöktetés miatt is aktuális. A füredi patikusnő állítólag azért járt a Bakonyban egy szolgával, hogy elrabolják a betyárok. Másra se várt? Másra se várt, hogy elrabolják a betyárok, úgyhogy most is egy ilyen jelentet láttunk. Bakonyi Betyárnapok Csepényi programja. Indult ez itt mindjárt ma reggel avval, hogy engem elloptak. Így van. Azt látom, hogy kulináris élvezeteket ígér, de betyárkodás mi minden lesz? Szerintem ez a szakma manapság tápos időszakban, ahogy itt lovasunk mondta, ismeretlen, legalábbis a városiak számára. Kik a bakonyi betyárok? Hát a bakonyi betyároknak régen sokkal könnyebb dolguk volt, mert lovat kötöttek, csirkét fogtak, lányt raboltak. Manapság eléggé összetett a dolog, mert... Kell egy civil élet is, mi? Hát kell egy civil élet, sok, több mindenhez kell érteni. A csirkefogás, lókötés az maradt továbbra is. Lányszöktetésről nem beszélünk. Nem, mert nézik az asszonyok. Ebben a korban már. És hát több féléhez, úgyhogy ez csak ilyen kiegészítő tevékenység a betyárkodás. És akkor a... most ez a betyáros hétvége, ez mit ígér a civileknek? Hát a gasztronómián túl, amit itt látni lehet, és amiről majd a Géza Betyár fog néhány szót szólni később, azon túl így mutatja a korabeli betyároknak az ügyességét, igyekszik megjeleníteni, illetve hát annyit tudni kell erre a rendezvényről, hogy ez most már az ötödik helyszíne a Betyárnapok rendezvénynek, és a Bakonyon végigvonuló rendezvénysorozatról van szó, amelynek öt település adott eddig helyszínt. És Csetén lesz a záró rendezvény. És most ma, holnap után így van, is. Így van, szombaton van, és... Már látjuk a képen, amit ígér, látom. Igen, így igaz. Tehát ezek olyan vágóképek, amelyek azokon a rendezvényeken készültek, amik megelőzték a holnapi rendezvényt. De azt látom, hogy gyakorlatilag nem csak nézőként kell itt részt venni, hanem lesz koncert, zene, humor, kiállítás, népzenétől kezdve, betyárjátékokig, tehát nagyon sokféle program, reggel 9-től este 10-ig, amikor tűzijáték van, szóval nagyon sok minden. Csetén nagyon jól felkészült erre, ugye utolsó rendezvénye a sorozatnak, és ilyen értelemben rangot kell adni, hiszen szeretnénk jövőre is a koronáját megrendezni. Így van, fel kell tenni a koronát, és jövőre szeretnénk megismételni, kibővíteni, még két települést hozzácsatlakoztatni jelenlegi öthöz, és akkor már 7 településen rendeznénk meg jövőre. Jó. Jó? Jó. Nagyszerű. Viszont, hát, hogyha közben kapunk enni, mit kapunk enni? A betyárok mihez értettek? Hát a betyárok legelőször. Azt a betyár látom, étkezést nem kezd el pálinka nélkül. Pütyülős és baraszt, nem pütyülős palanc, Csetény nagyon jó gyümölcstermő, és nem csak a kertbe termő gyümölcsöket dolgozzák föl pálinkának, hanem kökénypálinka. Kökénypálinka. Hát meglehetősen aprólékos dolog, a kökényt összeszedni, cefrézni, kifőzni, ez pedig csipkepálinka. Csetényben a csipkének egészen speciális neve van, hogy bicskének hívják a csipkét, a csipkebogyót, és a pálinkát ezzel a csipkebogyóval ízesítik és színesítik. Akkor egyikből egy kupica, és utána? Hát kettő. Egy kupica, nem kupica. Igen, abban a sorrendben mondja, és aztán... Utána a bakony a étel alapanyagnak a kimeríthetetlen tárháza, vadontermő gombák, vadontermő gyümölcsök, a bakonyi ételeknek az alapanyaga, az egyik alapanyaga gomba, mint például egy bakonyi sert. A bakonyi szeretet is, az végül is ugye mindenki. Bakonyi sert, az eléggé közismert, a bakonyi sertésbord, vagy a gomba, szalonna, lecsó és köretként galuskát kínálunk és itt a bakonyi sertésborda. Ez a kis kímélő dolog, ez a bakonyi bőségtál sertésbordával, panírozott naturszelettel és kakastaréjjal a tetején, és saláta alapon, ami gombából, zöldségből, egyébből, úgyhogy ez garantáltan fogyókúrás. És ugyanúgy, mint ahogy ez a betyáros tarhonya. Ez a betyárkása,
tarhonya nagyon jól eltalálta, ez úgy készül, betyárkása, hogy a... Betyárkása, igen, ez speciálisan bakonyi étel. A szalonnát megolvasztjuk, és a zsírján megpirítjuk a házi tarhonyát. Apróra vágott burgonyával föltesszük, és összepárljuk, és a végén díszítjük ezzel a kakastaréjjal. Süti, jussunk el a sütihez, mindjárt csomagolok. Nyugodtan tessék, csomagolni ezt. 9 óra arra értem, de ez a sütihez. Prósza kukoricalisztből készül, a legjobb kukoricalisztből készült sütemény, és szilva lekvárral vagyon megkenve. Az az igazság, ahogy ezt itt most végigmondta Géza betyár nekem, az a gyanúm, hogy a végén is kell inni ebből a pálinkából. Hát a végén, hogy szétcsapatni. De jófajta, ugyan a mi környékünk nem igazán bortermővidék, de a csetény ember volt olyan rugalmas, hogy morról szállított magának. Móri borokat, a móri borokat, pedig ismerjük. A betyárok onnan vitték el a borokat morról. Tehát mind meg, a onnan, meg a nőket. Éppen ami tetszett, amire szükség ami volt. Uraim, köszönöm szépen a meghívást a hétvégén, ma holnap, holnap után tehát Csetényben a bakonyi betyár bulizás utolsó 3 napja. Azt hiszem a koronát tényleg fel lehet tenni, az étkek tanúsítják ezt. Na meg az ura is. Music and its song, gonna have it for me all night long, all night long. Listen to the fiddle and hear the glory song. Once the life hits a Saturday night, gonna have it for me all night long. A guilty actress to freak. Every time I look at them, my knees get weak. First time I try it, take it on my knees. She took after me and wait a single treat. All night long, listen to the fiddle music going strong. I was alive, it's a Saturday night. Gonna have a party all night long. Of July, the chickens were laid, I guess they're dry. Crazy-eyed, hop-a-kango, the fishing, should be looking, see the seats in the fishing. All night long, listen to the fiddle, music going strong. I watch the library, it's at a nine, gonna have a party all night long. Melon hang combine, set the prize, good that it that sign. Come and talk the side to rock, let that rock and roll in the sun. All night long, listen to the bitter music going strong. After light, set it tonight, I'm gonna have a party all night long. Sun's going out, the roof starts green, and real lights gonna get the bigger. Back at home across the creek, but a real day back up and up to me. All night long, listen to the fiddle, music going strong. I want to live it to Saturday night, gonna have a party all night long. Parts of life, it's a Saturday night. I'm gonna have a party all night long. Parts of life, it's a Saturday night. I'm gonna have a party all night long. Oh, well, them got them both, yeah.
smartphone, you get a baby wear a match kitten. And the mold got a feeling back home. Well, down in Louisiana, just about a mile from Mexicana. And the mold got a feeling back home. My mama would rock me in the cradle. In the morning, got him pitched back home. Well, down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the morning, got him pitched back home. Oh, well, them got him boots, they dropped me. You can't pick me out of my shadows. In the morning, got him pitched back home. Well, down in Louisiana, just about a mile from Texas, there's the boys got a feeling back home. There's the boys got a feeling back home. And the boys got a feeling back home. Step down from the shade, and there meet me is my mama, oh, and papa. Down the road I look and Adam's married. Adam's lips like cherries, good to touch the green, green grass upon. Yes, they all come to see me in the shade off an old oak tree in the green, green grass of home. The old house is so sandy, gonna paint is frost and rye. And there is old oak tree that I used to play on. Down the road I look and there is Mary. Love cherries grew to touch the green, green grass of home. Then I wait and look around me. It's four gray folks that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. 4 days ago, under the set of poultry, on and on. We'll walk up bravely against a touch the green, green grass of home. Yes, they all come to see me in the shade of an old oak tree. And the lady lead to green, green grass of home.
és ez nem valamiféle akarnokság, ilyen önmegvalósítási kényszer, hanem egyszerű önmagasság is, és bátorság, és egy olyan egészséges önbizalom nélkül Veronika nem jutott volna ide, ahova most eljutott, hogy lassan ország szerte. Lassan önök ismerték meg Veronikától azt hiszem, de most már az ország szerte ismerté válik. A harmadik, amit még fontosnak találok, az a szeretet. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, a szeretet nincsen én bennem, csak pengő érti vagyok, vagy bennem én vagyok. Ezeken a képeken szeretet van. Hogyha megnézik a mesterségüket űző embereket, ha megnézik a két óvas fogatot, ahol az egyik ötös fogat a sebesség mámorában egy ilyen bravúros módon vezeti a tekerét, míg a másik a munkáját végzi, és látszik, hogy minden nap ezt készíti, ezt csinálja. Vannak olyan képek, amelyek erotikus felhangúak, de valahogy úgy érzem, hogy ezekben sem semmiféle személyegyenlőség. Inkább Isten örökös terve férfival és nővel. A tájak olyanok, hogy néha van, aki érzi, hogy az ember legszívesebben kiszállna és megállna ezen a szép helyen. Ezek a tájak is olyanok, hogy legszívesebben belesétálna a rendbe. Úgy érzem, hogy szeretettől szólnak ezek a képek. És az utolsó, amit kiemelnék, az a játékosság. Én még soha nem láttam Veronikát festeni, a kérdében gyakran jártam, de valahogy szentségtörésnek éreztem volna, hogy megfigyeljem őt ebben a szép folyamatban. De valahogy mégis úgy érzem, hogy nincs görcsösség az ő kezében, hanem könnyed játékosság. Vele ad minden, hogyha elromolja az életet. Ez egy komoly játék. Ami persze nem volna semmit a könnyedségéből. Nekem erről szólnak ezek a képek, örömről, szeretetről, játékról és önadonosságról. Lehet, hogy önöknek más mond, amit tudják festőnek, művésznek lenni, elég kockázatos dolog. Mert megvan az a veszélye, hogy az emberek nem olyannak látnak majd, amilyennek mi szeretnénk, hanem olyanoknak, amilyennek vagyunk. De Veronika vállalta ezt a kockázatot, majd arra kérem őket, hogy postolgassák meg arra, csak nézzük ezeket a képeket, lehet, hogy egész mást fognak belőle észrevenni, mint amit én. De ez a lényeg a művészetnek is, hogy mindenki számára a más jelen. Tibi fogja elmondani, hogy nem is vagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a tévifákat, ahogyan tartjuk húzmarása. Tannani kell a nyári felhőt, a lobbanási évi erdő. Tannani kell méter diót, gyegenefát és űrhajót, a hétfőt, kedden pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul a kis világból. Tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világi, ami jel. Ay 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 ay
tudják énekelni ezt magamban. Milliókat én még találva érzik magukat. Hadd, ha hívom gyermekeket, aggasztjárokat, hogy hallják át, hallják át az álláspontot. De van már csak nem 20 éves neki a világ. Az utam megy koloszkál, de lejjel koloszkál, rébe mindenkit talál, királyom. Hát gyert meg srácok, vagyunk jó barátok. Yeah, it's not awesome.
Thank you.
a tenger. Az álmaim, ha velük futnak tovább, bemutatnék, hogy gyors lehetnék én is, mint a szél. És otthon lehetne a nagy világ, és egy napon majd megérkeznék hozzánk, ha éjszakán húzódna is közöttünk, úgy fogadnám, mint ha én lennék, akit sok-sok éve vár. Milyen kár, hogy merre születtünk, és nem tudom, hogy hol a szomba él. Meg kivel? A holnap még olyan szörnyen messze van. Az országunk a lábam alatt, és fölöttem az ég. Ez a két dolog, amit tudok biztosan. Ez a két dolog, amit tudok biztosan. Ez az egy dolog, amit tudok biztosan. Ez a dolog, amit tudok biztosan. Thank you.
olyan rozsaszó, mit? Örvendetes, hogy kisütött a nap, remélhetőleg nem fog esni az eső, és a mai napon, amikor is ötödik helyszínként megrendezzük a bakonyi betyárnapokat, remélem, hogy nagyon, de nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Szeretném, hogy a délutánra, illetve a holnapi napra még többen jönnének el. Én nagyon sok jót kívánok önöknek, nagyon jó szórakozást, érezzék jól magukat. Szeretném bemutatni Varga Antal urat, a Bakonyi Lovas Klub elnökét, aki még néhány szót szólna önöknek. Szép jó napot kívánok! Megjöttek a bakonyi betyárok, azaz, kedves vendégeink, a Bakonyi Lovas Klub nevében nagy szeretettel köszöntöm önöket. Ez az idei ötödik betyárnapok rendezvény, a záró rendezvényünk ez a csetényi. Ennek kapcsán engedjék meg, hogy pár mondatban hadd foglaljam össze a rendezvény sorozat lényegét. Elmúlt év őszén egy néhány zirci vállalkozó nevében megfogant a gondolat, hogy betyárnapok rendezvény sorozatot indítsunk-e vagy ne indítsunk. A névválasztás nem volt véletlen. Mi a múltból egy olyan sokak számára és a többség számára szimpatikus, vagány, karizmatikus figurát kerestünk, aki köré egy folkról műsor csoportosítható. Így találtuk meg a Bakonyi Betyárt. A vállalkozók élőkön Opraszabó József barátunk és Gulyás Gyuri barátunk vezetésével felsorolkoztak a vállalkozók mögé. Orvosok, tanárok, pedagógusok, műsorszervezők, vállalkozók, mezőgazdászok. És így alakult ki egy olyan közönség, akik szabadidejükben minden ellenszolgáltatás nélkül a profizmus minden jegye és az elit szolgáltatás minden igénye nélkül egy amatőr műsor szolgáltattak önöknek, itt csetényieknek, a csetényben látogató kedves vendégeinknek. Ehhez csatlakoztunk mi, a Bakonyi Lovas Klub tagjai, akik örömmel vállaltuk ezt a feladatot, mert számunk ez egy nagyon kellemes lovas túra eljönni cseténybe, és nagyon kellemes dolog az, bemutatni tudásunkat. Itt a tudás, hadd mondjam idézőjelben, mert gyakorlatilag tetszenek látni, ez egy teljesen amatőr program. És az egész rendezvény sorozat célja is az volt, hogy a Bakonyi Betyárnapok eseményi sorozatában a műsoridő egy részét amatőrök töltsék ki önmaguk és önök szórakoztatására. Szeretnénk elérni azt, hogy a Makacsbakony embere a munka hétköznapjai során tudjon szórakozni,
tudjon szórakoztatni, és annak a savanyú Jóskának, annak a betyárnak az emlékét itt megédesítjük, egy kedves és barátságos műsorral szolgálunk önöknek. Előbb már a Póni betyár elmondta önöknek, a lovasai felisztőt szerint lovagó lenni, amiben minden lehet szeretetet részteni. Tehát ez a lényeg a felisztő lovaglásnak, hogy nagy műsorban több lovas szépen együttes munkával, közös erővel fog produkálni. Nagyon szépek vagytok, betyárok, hajrá! Közben a nézőknek még elmondanám, hogy a lovaktól óriási nagy erőfeszítést igényel ilyen karakter bemutatása, hiszen a lovaknak még nem természetes, hogy ilyen rendben, ilyen sorban menjenek egymás után is csinálják a megfelelő gyakorlatokat. Úgyhogy a nyitjuk az egész van. Köszönjük szépen. És benyúlhat. Hajrá! Jó, elmehet benne. Thank you.
Ez igen, gratulálunk, Péter! Virág kiütése következik kézből. Óriási figyelmet igényel, pontosságot, hiszen hogyha a kezéd is kezét eltalálja, akkor valóban nem tudom az éjjelni. Ez igen, gratulálom! Én azt hiszem, nem biztos, hogy oda merünk állni a virággal a kezembe, de megköszi kellettem. Köszönjük szépen, nagyon ügyeket voltatok. Köszönjük szépen Pongrász Gyulának, és gratulálunk! És még megkísérli a karikásos szolgálatát is. Ez igen. Gratulálunk, Gyulának!
lovas Kamila annyira jól érzi magát, hogy jól tűnik hozzá parkálni. Hát azért. Nagyon jó volt, szuper! Felkészültetek? Már az első betyár meg is érkezett. Laci betyár! Következő körnél próbáld meg még egyszer azt javaslom. De nagyon ügyes voltál. Majdnem sikerült. Ez az, amit mondtam önöknek, hogy a lovak nagyon félnek az oszlopoktól, tehát minden olyan tártól mondom, amit nem ismernek. És azt hiszem, hogy a csepényi betyárok lovai nincs a legkevésbé ezeket az oszlopokat. Közben is elindult a kutul lovával. Nagyon jó, egy, kettő! Gratulálom, szuper! Következő körben meg lehet próbálni négy karikával. Zoltán főbetyár, kettő, három, négy! Gratulálom! Gyerünk, betyárok! Semmi baj, következőnél meg kell próbálni újra. Majdnem sikerült. Majdnem sikerült. Nem baj, a következő körnél jobban megy. Timi betyár. Egy rajt van. Kettő. Három. Negyedik. Szuper. Ügetés, nem? Jó, hogy
kocsival és kiveszett. Nem a székek. Thank you.
napos meglátok, hogy küldeni, aztán vissza is lehet fogni a kérdésünk. Jó, ügyesek voltatok. Gyerünk, Laci! Hagyd le azt a hajnit! Semmi baj, a hajni úgy gondolja, hogy ő már ugye nem fog kuszkodni ezen a kis kicsi pályán, mikor nagyon lenne gondolja magába, akkor érdemes lenne neki indulni. De miért, hogy a hajni fog először, már nem kerülte meg az oszlopot. Jó, rendben, semmi baj. Ügyesek voltatok, fiúk. Lovás, indul! Na, hagyd be! Gyerünk! Jóba teszenek a nyárba? Gyerünk, kicsi, hajra! Gyerünk, hogy legyen ez engem, nézd, igen! Ügyes vagy, kicsi, jó van! Nagyon kicsi a pályázatok, nézzünk! Hajrá, gyerünk, kis póni! Gyerünk, kis póni! Mit csinálj fele? Na lehet még fogadni a lovakra, ki fog győzni, hát én már így látok, hogy a poni. Hát ez igen, ez volt ide csár, nem volt jó az a kör. Hát ez a kocsánkból vásárlás. Elhettük el légy ideig, tudjuk nézni a pályarövítsége miatt, de azt hiszem itt látható volt. Itt az ásvány! Talán ez a kicikék. Most gyorsan gyertek le a pályáról, mert jönnek a lovak. És repülnek a zsákmányok. Jó, tanulom. Van ott még zsákmány, de gyárok. Gyerünk, hajtsátok meg a tekeret. Gyerünk be, csárok, hajtsátok meg a tekeret. Ez igen, vigyázzatok gyerekek, nem túl közel menni. Na, még mindig van zsákmány. Ah, még van, azt úgy látom. Ide nézzetek, hogy szalad. Ügyes voltál, Pipi! Ó, de nagy az öröm! Ígérjük, hogy jövőre is eljövünk, ha örvesszer a figyelmüket, a sok tapsot, és nagyon jó szórakozást a további műsorokhoz. Viszontlátásra! Kedves közönségünk, megköszönjük figyelmüket! Reméljük, hogy jól szórakoztak. Mi lovasok jól szórakoztunk. Ez a közös cél. Most lupira fognak lőni. Örvesszük. Jó magam is lövett a